Ballagás a Györfiben, köszönet a pedagógusoknak, birkafőző fesztiválra készül a város. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 21-én 18 óra 5 perckor. A Györfi István Katolikus Általános Iskola két végzős osztálya szombaton vett búcsút az Alma Mátertől, az iskola tanulóitól, tanáraitól. Az iskolából átvonultak a Múzeumparkba, a névadó Györfi István szobrához, majd a díszudvarra érkezve elkezdődött az ünnepség. Kovács Miklósné igazgató, Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos, az iskola lelki vezetője gondolatai után a műsorban közreműködtek az iskola diákjai. Kedves ballagók! A ballagásban egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsúzás, amit a gyönyörű díszítés varázsol meghitté. Köszönet érte az alsóbb éveseknek, elsősorban a hetedikeseknek, szülőknek és osztályfőnököknek. Kedves ballagók! Elérkezett számotokra az a nap, amikor az éveken keresztül összekovácsolódott közösség felbomlik, szétszóródik, számotokra itt és most végérvényesen lezárul valami. Az alapokat adó, a további életeteket nagyon is meghatározó, 8 esztendő, vele igazi gyermekkorotok is. Az elmúlt napok a búcsúzásról és az emlékezésről szóltak, melyek már ott lapulnak képzeletbeli emlékkönyvetekbe. Lapozzunk bele! Kedden a kisiskolában Emese néni és Elzsike néni, elsős tanítónénik vártak benneteket, mint annak idején, 2014. szeptember 1-én, amikor kicsit megszeppenve léptétek át az iskola kapuját. Emese néni idézte fel kisiskolás korotokat. Az első osztályos tanulók verssel köszöntöttek. Helyesen írni már nem azt jelenti, hogyan kell a betűket egymáshoz kötni, mondták. Nevetekben Madarász Emese búcsúzott. Jó érzéssel emlékezett arra, mikor tanulás közben elbizonytalanodott, mindig volt valaki, aki megfogta a kezét, és így biztatta. Nehogy feladd, ügyes vagy, megy ez neked. Valóban, ez így volt 8 éven át. Minden titeket tanító pedagógus szívvel, lélekkel segített nektek az alapfokú tudás megszerzésének útján. Ballagásotok emlékére nevetekkel ellátott szalagot kötött a szeretet, a tudás és a barátság fájára Fekete Csilla és Vas Gábor. A templomi ballagáson I.S. Péter arról beszélt, hogy milyen volt második osztályos korában az első Venisztánkte 2015. augusztus 31-én, amelyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált. Azt mondta, az elmúlt évek alatt Zsolt atya lelki vezetésével megértette, hogy Isten segítségére mindenkinek szüksége van. Majd lelki vezetőnk Bölcs Salamonról beszélt, aki halló szívet kért az Úristentől, azaz bölcsességet. Emlékeztek? Feltette a kérdést. Te mit kérnél? Hálát adtatok a 8 évért, és együtt imádkoztatok. Osztálynévsorotok olvasható azon az emlékszalagon, amelyet a templomi emléktáblánál helyezett el Erdei Bianka és Duka Zsuzsanna. Szerdán két tanuló, Márki Réka és I.S. Péter az egyházmegyei Tedeumon, Jászapátiban érseki kitüntetést vett át dr. Ternyák Csaba főpásztortól. Kiemelkedő tanulmányi, hitéleti, diákönkormányzati munkájukért és versenyeredményeikért. Este csodás szerenáddal ajándékoztatok meg bennünket, pedagógusokat. Még az eső is elkísért benneteket, de ti és szüleitek nem adták fel. A legjobb tanulmányi és sporteredményeket elért tanulók díjainak átadása után az osztályfőnökkel, Oroszné Milinkov-Ferritával és Szabó Andrea Ívával egy-egy lufit engedtek a magasba a diákok.
Pedagógus nap alkalmából a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindhárom tagintézményének minden diákja a város pedagógusait a Múzeumparkban közös énekléssel köszöntötte. Mint Plósz Csilla intézményvezető elmondta, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi, a Kovács Mihály és az Erkel Ferenc Művészeti Iskolai tagintézmények összes tanulója énekelt együtt ezen a napon a pedagógusokat köszöntve. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három tagintézményének tanulói, a Kiskulcsosi, a Kovács Mihály és az Erkel Ferenc Művészeti Iskolai tagintézmények összes növendéke tanulója fog most itt együtt énekelni a Múzeumparkban. Ennek apropója nem más, mint a pedagógus nap, a pedagógusok köszöntése. Pattant egy ilyen ötlet a fejünkben. Ezben a gyerekek partnerek voltak, a pedagógusok is partnerek voltak, hiszen két dalt fognak énekelni, és ezt be kellett tanítani a gyerekeknek. Nagyon vidáman tették ezt, úgyhogy az elmúlt napok ezzel teltek, és most megmutatják itt azoknak a pedagógusoknak, akik elfogadták a városba a meghívásunkat. Így több száz torokból, kicsikből és nagyokból szólt a köszönet dala a pedagógusok felé. A tavaszi szél vizet áraszt népdallal és a Magyar vagyok kezdetű dallal. A gyermekek nagyon élvezték a daltanulást, bízom benne, hogy a produkció az majd közvetíteni fogja ezt a szeretetet, amellyel ezzel szeretnék kifejezni pedagógusok felé azt, hogy szeretik őket és örülnek, hogy vannak. Eskovács Szilvia alpolgármester maga is a helyszínen hallgathatta meg a dalokat, mely számára is meglepetés volt. Igen, ez egy meglepetés számomra is, hiszen erre még eddig a városunkban nem volt példa. Lelkesen jönnek a gyerekek, szépen föl vannak költözve, úgy gondolom, hogy a pedagógusoknak a szívét meg fogja ez melengetni, és egy igazi köszönet lesz a gyerekeknek, gyerekek részéről, a pedagógusok felé az egész évi munkájukért, hiszen megilleti őket a köszönet és a tisztelet, így pedagógus nap alkalmából. Lassan vége van az évnek, a tanévnek, és nyilván a gyerekek is számot vesznek az eddigi tanulmány eredményeikkel, és ehhez természetesen hozzátartozik az, hogy köszönetet mondjanak a pedagógusaiknak, a tanáraiknak. Én úgy gondolom, hogy ez a legszebb gesztus a gyerekek részéről, hogyha nem tárgyajándékkal, hanem egy közös fellépéssel, bár nem tudom, hogy mi lesz, az hiszen ez egy meglepetés, készülnek a tanáraiknak. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb ajándék egy pedagógus számára nem is kell. Köszönöm a pedagógusok munkáját, és az elkövetkezendőkre jó pihenést kívánok nekik, és kívánom, hogy szeptemberben újult erővel kezdjék majd a tanévet, és minél több kisgyermeket tanítsanak meg okos szóra, írásra, olvasásra, és mindenféle okos tudományra. Televíziónk mai vendége Kunné Nánási Mónika, a Dériné megbízott igazgatója, akivel a Karcagi Birkafőző Fesztivál előkészületeiről fogunk beszélgetni. Köszöntöm a kedves tévénézőket! Júniusban Karcagon, birka étkek az asztalon. A nagykunsági birkafőzés karcagi hagyománya 2009-ben került be a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe. De itt városunkban 1999 óta minden június utolsó szombatján fesztivál hangulat lengi be a levegőt. 2022-ben is újra megrendezésre kerül a Karcagi Birkafőző Fesztivál. A részletekről stúdiónk vendégét, Kunné Nánási Mónikát, a Dériné Kulturális, Turisztikai és Sportközpont és Könyvtár megbízott intézmény vezetőjét kérdezem. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm én is a kedves nézőket, szép jó napot kívánok mindenkinek. Két év kihagyás után, ugye a pandémiás helyzet miatt újra megrendezésre kerülhet a Karcagi Birkafőző Fesztivál, és valószínűleg, hogy nagyon sokan várják már nem csak itt Karcagon, hanem a térségben is. Beszélgessünk egy kicsit, hogy az idei évben hogyan sikerültek az előkészületek, hogyan zajlott a szervezése a fesztiválnak, vagy hogy zajlik még napjainkban is. Nagy örömünkre, igen, két év után végre újra a hagyományoknak megfelelően tudjuk megrendezni a Birkafőző Fesztivált itt Karcagon. A szervezés már év elején, március közepén megkezdődött, a kolléganőim által folyamatos egyeztetések zajlanak a rendezvénnyel kapcsolatosan a mai napig, hiszen még van egy pár napunk a rendezvény megvalósulásáig, de már most úgy néz ki, hogy minden szépen összeáll, és bízunk benne, hogy az idő is kedvezni fog nekünk.
A helyszín gondolom, hogy a szokásos helyszín. Esetleg az elrendezésben vannak-e változások ebben az évben? Igen, a helyszín az továbbra is a Múzeumpark lesz ebben az évben is. Változások annyiban történtek, hogy a főzőhelyeket egy kicsit átnézték a segítőink, és egy picivel nagyobbak lesznek a főzőhelyek, bizonyos tekintetben, nem mindenhol, de nagy részében változás történt a méretében. Ennek biztosan örülni fognak a főzők. A nagy közönséget szerintem nagyon érdekli, hogy hogyan fog működni most a beléptetés, illetve a belépőjegyek. Igen, ettől az évtől kezdve a belépőjegy árában egy kis változás történt. Elővételben egészen június 24-én éjfélig 1000 forintig lehet megvásárolni a belépőjegyeket. A rendezvény napján, főnapján, a szombati napon pedig 1500 forintos áron tudják megvásárolni az ide látogatók a beléptető kapunál a belépőjegyeket. Ugye az előző években is a nevezők, akik ugye szeretnének főzni ezen a fesztiválon, jelentkezhettek. Gondolom így volt ez az idei évben, és most milyen feltételei voltak a jelentkezésnek? Online felületen keresztül tudtak jelentkezni a főzők, 241 főzőhelyünk volt meghirdetve. Elmondhatom, hogy szinte 100%-ban betelt a főzőhelyek száma. Május 22-ig volt lehetősége nevezni mindenkinek, és akkor ezután történt meg az egyeztetés a főzőkkel. Minden ilyen versenyen, fesztiválon a zsűrinek nagy-nagy szerepe van, hiszen ezeket a birka étkeket zsűrizik is, és díjazzák. Az idei évben hogyan alakul a zsűri, hogyan került kiválasztásra? Ahogy eddig is, az elmúlt években is, de már csak szakmai zsűri bírálta, vagy kóstolta meg a finom étkeket, ebben az évben is össze fog állni a szakmai zsűri, hogy kis változás van ebben is, hiszen egy pályázati kiírást tettünk közé, hogy akik szívesen részt vállalnának a birka étkek kóstolásában és zsűrizésében, azoknak sok szeretettel vártuk a jelentkezését. Tegnap éjfélig lehetett eljuttatni a jelentkezési lapokat, az önéletrajzot, illetve a motivációs levelet a Dérini Kulturális Központba. És mennyire voltak motiváltak a karcagiak? Nagy létszámú jelentkező száma? Egy kicsit én is izgultam, hogy vajon mennyire fog ez az újszerű dolog majd beválni, és mennyire kapnak majd kedvet a karcagiak ahhoz, hogy jelentkezzenek a zsűribe, de elmondhatom szerencsére, hogy igen, voltak jelentkezők, voltak bátrak, akik bemerték adni az önéletrajzot, illetve a motivációs levet, és nem csak karcagiak. Kíváncsian várjuk ezt az új formát, hogy mennyire fog beválni. Hogyan alakul a két napnak a programja? Pénteken délután fog megkezdődni igazából a fesztivál. A pénteki napon ugye ingyenes a program mindenki számára, tehát bárki bármelyik helyszínen ingyen tud részt venni a programokon. 5 helyszínen fogjuk várni pénteken a kedves vendégeinket. Működni fog a borúdvar a Városháza hátsó parkoló részében. Működni fog a rokkudvar a György István Katolikus Általános Iskolának a udvarán. A Múzeumparkban föl lesz állítva a nagy színpad, ahol már megkezdődnek délután 4 órakor a programok. Működni fog estétől a nagy Kálvin színpadunk is, illetve a templom kertben, a Jusszárnyékban gyerekprogramokkal várjuk a kedves ide látogatókat. Tudunk-e néhány konkrét programot idézni a műsorból? A nézők biztosan kíváncsiak erre. Pénteki napon a Múzeumparkban 3 órakor a Kumbarikum pályázat eredményhirdetése lesz, majd operettslágereket hallgathatnak meg a kedves vendégeink, illetve Gergely Róbert műsorát fogják még vagy tekinthetik még meg este 5 órától. A borudvarban a Happy End Band együttes fog fellépni, a rockudvarban a Kabinláz, a Blues Company, valamint az Anonym Rock Band, és a Calvin színpadon pedig a Float, valamint 8 órától a Zenevonat szuperkoncert lesz látható az LGT sztárjaival, és az esti DJ Krisz fogja zárni.
Ugye ez volt a pénteki napnak a programja. Hogyan alakul a szombat, ami egy kicsit hosszabb nap lesz? Így van, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a megnyitója a rendezvénynek, majd ezt követően kisújszállás lesz a vendég, 10 vendégünk. Az ő programjuk lesz látható a múzeum színpadban, közreműködni fog a mellofon, fúvós zenekar, a Nagykuntánc Együttes utánpótlás csapatai, a Bokorvirág Egyesület támogatásával fellép a 48-as olvasókör, népdalkörei, illetve a kisújszállási morgó kézművesek köre fog kiállítással egybekötött bemutatót tartani. Majd 12.30-tól a Maja Trió fog fellépni a színpadon. Vendégünk lesz a Debreceni Néptánc Együttes, és 3 órára tervezzük az eredményhirdetést, amikor is megtudhatjuk, hogy kik lesznek ebben az évben a győzteseink. Délután pedig Víga Nóta, Víga Csárda című nóta műsorot láthatják a kedves vendégek a múzeum színpadon. A Borúdvarban Bényei Gábor és Farkas Judit fog zenélni az odalátogatóknak. A Calvin színpadon a Continuum fog fellépni előzenekarként, és az este sztár vendége az első emelet lesz. Őt fogja követni majd Alex Weld, illetve Alé, és éjfélkor tűzijátékkal szeretnénk zárni a rendezvényt. A Jusszárnyékban pedig Kukorica Jancsi játszórétjét tekinthetik meg az ide látogatók, illetve a Tekerj kezes-lábas játszóház közreműködésével biciklis feladatokba tudnak bekapcsolódni az ide látogatók, és 4 órától pedig a Ládafia Bábszínház Krisztus Urunk meg az Opsitos című műsorát tekinthetik meg a családok. Igen, színes a program, és ahogy hallom, minden korosztály meg fogja találni magának a szórakozási lehetőséget, és bízunk benne, hogy minél többen fognak ellátogatni erre a fesztiválra. Hogyan érzik a szervezők, hogyan gondolják, milyen lesz most a látogatottsága? Mi nagyon bízunk benne, hogy nagy létszámú lesz az ide látogatók száma. Az elővételben vásárolt jegyek is azt mutatják, hogy nagy az érdeklődés a rendezvény után iránt. Ugye egy ilyen programnak a megszervezéséhez nagyon sok segítőre, illetve támogatókra is van szükség. Mit tudunk a támogatókról, segítőkről? A szponzoraink, akik a rendezvényt támogatják, elég nagy számban vannak, és nagyon segítőkészek is mindenben azon vannak, hogy ez a rendezvény színvonalason tudjon megvalósulni. A rendezvény plakátja, illetve meghívója már elkészült, és ezen végig lehet olvasni, hogy kik azok, akik támogatják a mi rendezvényünket. Akiknek ugye köszönjük szépen, hogy az idén is rendelkezésre állnak, és segítenek megvalósítani ezt a nagyszabású programot. Bízunk benne, hogy az időjárás is velünk lesz, és újra sokan lehetünk a Múzeumparkban június 24-én, illetve 25-én a Karcagi Birkafőző Fesztiválon. Én kívánok ehhez még a szervezési időszakhoz sok-sok kitartást, és sok-sok segítő kollégát, hiszen ez nagyon fontos. Köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk mindenkit a rendezvényünkre. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!